A hétvégi bajnokira gondolva mindkét csapat nélkülözte néhány alapemberét a meccsen, amelyet a hazaiak kezdtek jobban, az első lehetőség Vári előtt adódott a 8. percben. 8 perccel később még nagyobb helyzetet hagyott ki a kisvárdai támadó, aki tiszta helyzetben lőtt, Múlcsis kapus viszont hárítani tudott. A 30. percben Müller ártatlan helyzetben koccantott össze Korudiev bokáját, a megítélt büntetőt a sértet váltotta gólra. A második félidőben a vendégeknek volt több lehetőségük, és egy szép támadás végén a 78. percben Lackó két gólosra növelte a csabai előnyt. A 83. percben Schwissmüller lövése kis híján eltörte a felső lécet, a mérkőzés utolsó momentumaként pedig egy szöglet után Kosta szépített, de a továbbjutásnak a vendégek örülhettek. Csalódott vagyok természetesen, de nem csak az eredmény miatt, hanem a látottak miatt, mert elindult a csapat egy úton, és mind a 22 játékos ehhez a csapathoz tartozik. Nem tudom elképzelni, hogy mi az oka annak, hogy 10-11 játékosom átérzi annak a jelentőségét, amit mi szeretnénk látni a pályán, és amivel úgy gondolom, hogy ki is tudjuk szolgálni a közönségünket. A másik 10-11 játékos sokkal kényelmesebben, nem azt mondom, hogy lézeng a pályán, de nem azt a tüzet és nem azt a harci szellemet viszi ki, nem azt a küzdeni tudást, ami kell ahhoz, hogy a csapat meccsen tudjon nyerni. A vendégek edzője szerint csapat a második félidei játékával megérdemelten jutott a Magyar Kupa következő körébe. Az első félidő alapon a hazai csapatnak sokkal több helyzetük volt, Múlcsis hármat nagyot védett, és tartotta a csapatot mérkőzésbe. Sikerült egy gólt betalálnunk, egy 11-esből, de azt mondom, hogy a játék, mint játék, nem lehetett látni az osztálykülönbséget. Második félidőben azt mondanám, hogy akkor már egy pár cserével felhoztuk a szintet a saját játékunkba, ami adódott abból, hogy jobb támadásokat vezettünk, közelebb tudtunk hozni a labdát a kapuhoz, ami be is jött, egy szép támadásból második gólt tudtunk szerezni, mellette volt még egy felső rész, amit eltaláltunk, de azt mondom, hogy a másik félidőben jobban játszottunk, megérdemeltük a másik félidőt, az első félidőt, azt mondom, a Kisvárdának adnám oda. A Kisvárda bajnokság 10. fordulójában szombaton a Dunói Várost fogadja. Én nagyon bízom abban, hogy hazai pályán meg fogjuk tudni verni a Dunói Várost. Azt a játékot szeretnénk játszani, amit Mezőkövesden is bemutatott a csapat, illetve az utolsó hazai mérkőzésünkön a Budaörs ellen, akkor nem lehet probléma, mert olyan képesség meg harci szellem van a társaságnak a másik felébe, amit hogyha átviszünk, akkor azt a meccset nekünk meg kell nyerni. A Kisvárda-Dunói Város mérkőzés szombaton 14 óra 30-kor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsei Televízió nézői pedig vasárnap 21 óra 30-tól láthatják a találkozót.